Намираме се в град Смолен, един прекрасен. Смолян városában vagyunk, Bulgária egyik legszebb városa, amely 100 kilométerre van Plovdivtól és 250 kilométerre Szófiától, a Rodope hegység szívében, nem messze Görögországtól. Planina с памет, планина с легенди. Annak idején, amikor az 1950-es években Nagy László, a már-már legendás költője ennek a korszaknak, akkoriban induló költője, két ösztöndíjas esztendőt töltött Bulgáriában, járt a Rodopéban, járt Szmoljanban is, és az ott élők emlékezete szerint azt mondta, hogy akár az egész életét el tudná képzelni itt Szmoljanban, ezek között a hegyek között. Szmoljanban ez egy bolgárház, amely a 19. században épült. 1872-ben kezdték el az építkezést, és körülbelül 1890-ben fejezték be. Több szakaszban épült. Egy nagy kereskedő család tulajdonában volt, ez a család gyapjúval és gyapjú termékekkel kereskedett. 1981 óta ez tulajdonképpen Nagy László háza itt, Bulgáriában. A Nagy László emlékháza Szmoljani Regionális Múzeumhoz tartozik. Az első kiállítási anyag is a mi gyűjteményünkben volt megőrizve, és most ez a kiállítás is mi hozzánk tartozik. 2015. októberében jártunk először Bulgáriában. És a bolgár féllel akkor egyeztettünk, akkor én még nem is láttam az emlékházat, amikor egyeztettünk a bolgár kulturális tárca miniszterhelyettesével. Mind Szófiában, mind Szmoljanban voltak Nagy László emlékét megőrző, az emlékét ápoló események, és amikor Szmoljanban jártunk, akkor szembesültünk azzal, hogy milyen állapotban van az emlékház. Addig csak elmondásokból, leírásokból tudtuk. És a nagykövetség, az akkori nagykövet úr Klein András is külön megkért, felhívta a figyelmemet arra, hogy segítsük a magyar kormány azon törekvéseit, mert jelen pillanatban állnak ezek az ügyek, hogy mi, mint az első számú magyar művészeti szervezet kifejtjük azon kérésünket, óhajunkat, és felajánljuk a segítségünket, hogy az emlékház megújulhasson. Akkor az emlékház bezárt állapotban, beázva, dohosan, elhagyatottan volt, árválkodott Szmoljanban, elindult egy olyan folyamat, aminek a vége most 19-ben az volt, hogy újra nyitották a felújított Nagy László emlékházat, és ezen túl, ami nagy öröm, hogy részben az akadémia támogatásával egy állandó kiállítás is megnyílhatott. A Szmoljani Regionális Múzeum, illetve a Szófiai Magyar Intézet összefogásából született és újult meg a múzeum. Polgár részről részt vett az ünnepségen Amélia Gesere, a miniszterhelyettes asszony a Kulturális Minisztériumból, ő excellenciája Balázsné, harangozó Tekla, bulgáriai magyar nagykövet, Nikolaj Melemov, a Szmoljani önkormányzat polgármestere, Iván Eszenszki költő és műfordító a Bolgár Írószövetség képviseletében. A magyar küldöttség vezetőjének mondható talán dr. Török Petra, főigazgató helyettes a Petőfi Irodalmi Múzeum képviseletében. Nagy Borbála Réka, Nagy László családja képviseletében, Erős Kinga, a Magyar Írószövetség képviseletében, az Írószövetség titkára, valamint a Magyar Művészeti Akadémia képviseletében én is tagja voltam ennek a delegációnak. Tehát azért mentünk, hogy a Szmoljanban és Bulgáriában meglévő Nagy László kultuszt, amit igazolt az is, hogy a 90. születésnapjára 2015-ben egy szobrot avattak. Ennek a kultusznak az újabb eredményét, a Nagy László emlékház felújítását és az új kiállítás megnyitását, ezt az ünnepet együtt ünnepeljük a bolgárokkal.
nagyon nagy szerencse, hogy ez is egy vidéki ház, és ugye Iszkázt ismerem. És ismerem az Iszkázi kiállítást, sőt, Nagy Andrással készítettük 1995-ben Petőfi Irodalmi Múzeumban a Nagy László kiállítást. Tehát nagyjából az anyagot ismertem, és Nagy Andrással, Nagy László fiával készítettük elő ezt a kiállítást. Az volt a szándékom, hogy tehát ezt a Nagy Lászlói világot itt meg tudjuk jeleníteni. Na most a Nagy Lászlói világ a szó legjobb értelmében, tehát a szó Bartók értelmében nagyon egyszerű világ. És ez az egyszerű világ, tehát ez a tiszta forrás világa, és ez az egyszerű világ az, amit én mindenképpen szerettem volna itt megmutatni. A Nagy Lászlónak nagyon szép a grafikai anyaga, nagyon szép a képzőművészeti anyaga, tehát abszolút látszik, hogy benne a vizualitás nem válik ketté költészeti és képé, hanem az egy. Itt a szöveg is kép, és a kép is szöveg. Mi itt Bulgáriában, közelebbről Szmoljánban tudjuk, hogy művész volt egész lelkében. Nagyon jól bánt a tollal, erről volt híres, de nagyon jó képzőművésznek is ismertük. Itt, ahogy belépünk, itt Nagy László életrajz fogadja a látogatót, és utána pedig egy kis összeállítás arról, hogy ő hogyan is használta ezt a lóbmotívumot hányféleképpen, és ehhez kapcsolódik a Kis Csikós Irató című verse. Ez van a baloldali falon. A másik oldalon ugye a kiállítás címe jelenik meg Nagy Lászlónak a vonatos képével, ugye eléggé fölnagyítva, aki viszi át a szerelmet. Mert aki viszi át a szerelmet, ugye azért az szintén egy ikonikus vers, ami abszolút kifejezi az ő világhoz való viszonyát és a túlvilághoz való viszonyát, tehát és nemzetközileg is a kánon része lett. Egyik legjobb kötet, ami megjelent Nagy Lászlótól bulgárul, az a Hadöng a föld címe jelent meg, és ebben van szerintem a legjobb összefoglalás az összes verseiről, ami bulgárul megjelent, és ezt lent a látogató olvashatja a térben egy könyv formájában, tehát ezt lapozgathatja, láthatja a képeket részben, és elolvashatja a verseket egészben. Ezeket a lovacskákat Nagy László maga faragta, tudjuk és világos számunk, illetve tudjuk és leírja, és a kiállításon is idézzük, hogy mennyire fontos volt számára a mesterség, és mennyire tisztelte a mesterséget. Ezt egyébként a fiától, Nagy Andrástól is idézzük, hogy az ő számára a családban mennyire fontos volt ez a motívum, hogy ő ezt megtanult a családi lakó. A versei is mind nagyon szépek. Azok, mint vágtató lovak, úgy haladnak előre, és egy egészen más kozmoszba ragadnak magukkal. Nagyon vonzó ez a párfilm is, ami itt látható a múzeumban. Az is a hagyományokkal kapcsolatos, ő maga mutat be olyan hagyományos szokásokat, mint például a karácsony. Itt az emeleten a fotóanyagot tettük, tehát itt az volt a cél, hogy az életét fotókban dokumentáljuk, és hozzátegyük azokat a szintén általa írt szövegeket, amelyeket a krónika töredékből, a naplójából vettünk. Ez a szárny és piramis háromdimenziós formája. Igazából eredetileg az volt a szándékom, hogy az összes képverset kötjük oda be az istállóba, tehát tesszük az alsó térben, de hát az alsó tér nem elég nagy hozzá, és rendkívül, hogy mondjam, költséges feladat lett volna ezt megvalósítani. Viszont a szárny és piramist ezek közül kiválasztottuk, és az, mert azt gondolom, hogy ez egy tényleg képi összefoglalója az ő világának, vagyis a földi és az égi spiritualitás összeérésének. A bolgárszobában pedig elhelyeztük az ő általa festett ikonokat, főképpen ezek Szent György ikonok. Azt gondolom, hogy a Szent György tiszteletet is valószínűleg itt tanulta, vagy látta, és tetszett meg neki, és ez ugye ez egy számomra is egy nagyon kedves és szép motívum.
ugye van az a ikonja, amelyiken ugye oda van írva, hogy sajnos a sárkány nincs itt. És még egyet a Plovdivi vásárt a verssel együtt, amit ő festett. A Plovdivi vásárul egy képet, és egy kis képes lap is készült róla. Nagyon lenyűgözött az ön arcképe, amely a Mihály Arkangyal ikonról készült, ami egy ikonfestő hagyománynak a követése. Tudjuk, hogy nagyon sok bolgár téma megihlette, például a tenger, a plovdivi vásár, és ezeket utolérhetetlen módon fejezte ki a költészetében. Az ő művészi világában a szabadság és a természet szeretet, mint általános emberi érzések mellett helye van a tisztességnek is, amire régi bibliai szövegek tanítanak bennünket, amint olyan más, nagyon fontos értékeknek is, mint például az, hogy ragaszkodnunk kell gyökereinkhez, hagyományainkhoz, családunkhoz. Smoljan régi városnegyedének talán a legszebb háza lett, és belülről is nagyon szép a beosztása, és a kiállítás nagyon szerencsésen találkozik ennek az öreg háznak a természetes berendezésével, mert bölcsőtől kezdve beszélgető szobán át, fogadó szobán át, sokféle helyiség található az itteni szokásoknak megfelelően ebben az épületben. Tulajdonképpen ő tette ismerté a magyar olvasók számára ezt a maga nemében különleges, sajátos népköltészetet. Olyan mennyiségű népballadát, bolgár és később szerb, és délszláv népbaladát, népdalt fordított magyar nyelvre, ami korábban ismeretlen volt. Ez az ő költői vállalásának, elhatározásának a hatósugarát szélesítette ki, hiszen nemzedék társaival, Juhász Ferenccel, Simon Istvánnal, a Kodály zoltáni bartóki modellt szerették volna az irodalomba, a költészetbe is megvalósítani, azaz a népköltészet különleges sajátosságait, eszköztárát, motivumkincsét beemelni a műköltészet világába. Ez nyilván elsősorban a magyar folklórra vonatkozó elhatározás volt, de amikor megismerkedett Nagy László a bolgár népköltészettel, és később a délszláv népköltészettel, akkor megérintette őt ennek a költészetnek a gazdagsága, és ennek a magyarra fordítása egy nagy költői feladatot is jelentett számára. Nagyon könnyen kötött barátságokat, nagyon könnyen kiöntötte a lelkét, kimutatta a szabadság szeretetét, azt, hogy a viharos széllel is versenyre akar kelni, a természet igazi dolgait. Nem csak írókkal és költőkkel barátkozott, sok kapcsolata volt újságírókkal és egyéb értelmiségi emberekkel. De számára nem volt nehéz egy egyszerű bolgárral is barátságot kötni, és társalogni ismeretlen emberekkel, mert nagyon jól tudott bolgárul, nem volt nyelvi korlát, és így könnyen megértette magát a beszélgető társaival, nem csak itt a Rodopéban, hanem egész Bulgáriában. Többször elutazott ide, ahogy Bulgária más városaiba is, nagyon sok emberrel találkozott, de mégis amikor úgy hozta az élet, hogy amikor 1976-ban megkapta a Botev díjat, a díj első kitüntetettjei közé tartozik, utána a város úgy döntött, hogy díszpolgárrá nyilvánítja. Ez városunk legnagyobb kitüntetése. Sok díjat kapott itt Bulgáriában a fordításaiért, teljesen megérdemelten. És a Pen Klub díját is megkapta. Meg a Ciril és Metód érdemrenddel is kitüntették itt Bulgáriában.
унгарски на българска народна поэзия, а също така орден Кирил и Методий. A ház tárva nyitva áll minden érdeklődő látogató számára. A Nagy László művek tisztelőinek, s mindazoknak, akik hisznek a bolgár és a magyar nép jó európai jövőjében, mert ez a kiállítás a mai korszerű Európa kulturális hídja.